Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Advent negyedik vasárnapja után befordultunk az úgynevezett főútvonalra. Befordultunk az utolsó hétre, hiszen szombaton már december 24-e van. Az egyik legnehezebb téma, bár könnyű mondani, ugye azt szoktuk mondani, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. De mi az, hogy szeretet? Mit jelent az, hogy szeretet? Az ember az élete folyamán olyan más, hasonló kifejezésekkel, kifejezhető érzelmekkel találkozik, amelyek még nem biztos, hogy a szeretetet jelentik. Kezdjük rögtön a csecsemővel, aki megszületik, és kötődik az édesanyjához. Jó oka van rá, hiszen az élete továbbra is tőle függ. Amíg a pocakjában volt, addig is tőle függött, és utána is tőle függ. Különösen, ha van tejecskéje az anyukának, és szoptatja azt a kisbabát. Későbbiek során a kicsiny gyermek megtapasztalja azt, hogy apu nagy és erős, anyu gyöngéd és kedves, és ezeket a szerepeket ő a biztonsággal, még mindig nem a szeretetről van szó, a biztonsággal azonosítja. Aztán hozzánk tartozik egy-két kedves rokon, nagypapák, nagymamák, nagynénik, nagybácsik, esetleg, mit tudom én, idősebb testvérek, akik a megszokás érzését, tehát beszéltünk kötődésről, biztonságról, megszokásról. Ezeket nem szabad összekeverni a szeretettel. Ezek nem a szeretet jelei. Valójában a biztonsághoz való ragaszkodásunk, a megszokotthoz való ragaszkodásunk, a kötődésünk, ami akár alkoholhoz is, meg cigarettához is kialakulhat, ezek sokkal hajlamosabbakká tesznek minket a függőségekre, mint ahhoz az érzéshez, mint hogy ahhoz közelebb vigyenek, amit a szeretet érzésének nevezünk. A szeretet érzése egyik, ha úgy tetszik, előszobája, hogy megkapjuk azokat a számunkra elsősorban az élet fenntartásához szükséges hatásokat, eszközöket, tartalmakat, amelyek által, hogy ezeket megkapjuk, hálát érzünk. Ez még mindig nem a szeretet. A hála az csak a szeretet előszobája. Valójában a szeretet és a szerelem között nincs lényegi különbség. Ez olyan, mintha most azon morfondíroznánk, hogy a kályhában lobog-e a tűz, vagy csak parázslik? Mind a kettő ugyanaz az analógia. A szerelem az a lobogás. A szeretet az is tűz, csak az a parázs. Az a furcsa, hogy a megelégedettség szavunk, a megelégedettség érzetünk
az nem csak azzal jelenik meg, hogy mi megkapunk ezt-azt, hanem azzal is megjelenik, tehát az is egy megelégedettség, sőt nyugalommal társuló megelégedettség, hogy mi is szerethetünk. A kicsi gyermek születésétől kezdve egy ritmust él meg, ami állandó ritmus, egészen a haláláig, és hát természetesen ez ránk is vonatkozik, felnőttekre, a kilégzés és a belégzés, vagy hogy szebben mondjam, a kilélegzést és a belélegzést. Mint ahogy ritmus a nappal és az éjszaka, ritmus a négy évszak, és tudjuk nagyon jól, hogy ha nagyon kedveljük a tavaszt, de ősz is el fog következni. Ha nagyon kedveljük a nyarat, tudjuk, hogy tél is el fog következni. Ha nagyon szeretünk síelni, meg a hóban mindenféle kellemes dolgot csinálni, végezni, akkor tudjuk, hogy majd egyszer csak jön a tavasz, és jön az olvadás. Tehát hozzátartozik az élethez az ellentét pároknak a változása. És ez azt jelenti, hogy az igazi szeretet akkor működik, ha áramlik. A szeretetnek van egy ilyen tulajdonsága, hogy áramlik. Benne van az áramlásba. Ugye Csíkszentmihályi mondaná, hogy a flow. Így van, de a szeretet az nem csak úgy nyilatkozik meg, hogy én ezt kifele áramoltatom, hanem ha magamra fókuszálom a szeretetet, és gyönyörködöm például a világban. Ugye biztos előfordult már, hogy a drága kedves nézők álltak valami csodálatos helyen, a csodálatos kilátást láttak. Ez lehetett egy tenger, egy csodálatos alpesi hegycsúcs, vagy mit tudom én, akár csak a Kékestető. És ez mindegyik egy olyan pillanat, én most csak azt tudom mondani, amit én éreztem, más nem tudok mondani, amikor úgy magamhoz tudnám ölelni az egész világot. Hát azt érzem, hogy úgy mindenkit magamhoz szeretnék ölelni, és még van egy nagyon fontos érzés, és ez is hozzátartozik a szeretet adáshoz, ha túlcsordultig vagyok szeretettel, azt szeretném megosztani. Tehát hozzátartozik a lényünkhöz, hogy akkor másokat is részesítsünk ebben. Ezért nagyon fontos és szakrális élmény a körtánc táncolása, mert a körbe, akik benne vannak és táncolnak, azok nagyon jól érzik magukat. Viszont ilyenkor jelenik meg az az érzés, én ezt már szintén megtapasztaltam, azért beszélek róla, ha jön valaki, aki csatlakozik a körtáncba, attól boldogabbak leszünk, ha valaki elmegy, attól egy kicsit szomorúabbak. Szomorúbbak. Miért? Mert igazában véve a szeretet áramlásában, és különös tekintettel a feltétel nélküli szeretet, ez nagyon fontos, feltétel, tehát nincs feltétel, csak szeretet van. A szeretet áramlásában, ha mi részesülünk, akkor túlcsordultig töltődünk, és abból adni szeretnénk. Mert úgy érezzük, és akkor lehet, hogy ez a boldogság is, hogy a szeretet, a boldogság szétfeszít, ha nem adhatok belőle. Ha megfelelő lelki állapotba hozzuk magunkat most ezeken a napokon és az elkövetkezendő ünnepkörben,
akkor sok ilyen élményt, sok ilyen napot kaphatunk. Nem az a legfontosabb, hogy milyen ajándékot adunk valakinek, sokkal jobban örülünk, ha azt látjuk, hogy örömet okoztunk. Tehát valamilyen módon ki tudtuk fejezni a másik felé, hogy szeretjük őt, hogy gondoltunk rá, hogy próbáltunk vele együtt érezni, és annak megfelelően választottuk ezt az ajándékot, de igazában véve a karácsony különös tekintettel Szent Estének az örömét az adja, ha azt látjuk, hogy a szeretteink örülnek. És ekkor megint létrejön az a nagyon-nagyon fontos fogalom, ami valószínűleg az Isten is a teremtésében ezt tekintette egy fontosabb állapotnak, hiszen ha Isten egyedül van, akkor szeretné a szeretetét megosztani. Megosztja velünk emberekkel, és akkor létrejön egy közös szeretet áramlás Isten és ember között, és ezt nevezzük közösségnek. Ez a közösség. A közösségben megtapasztaljuk ezt az áramlást. És most egy picit talán meredek példám, de egy igazán jól működő szerelmi együttlét, amit én kifejezetten magyarul szerelmeskedésnek neveznék, ha az jól működik. Ugye tessék csak belegondolni, hogy fejezi ki magát a magyar, a közös ülés. Ott is megvan, benne van a szóban a közösség. Az összetartozás öröme, az összetartozás átélésének a fennköltsége, és mindaz a csoda, amit szavakba nehéz megfogalmazni, de ezek szólnak arról, kicsi, az anyagba lehozható, de mégis, ugye, megint, ha csak az anyag közösül, az nem tesz boldoggá senkit sem. A boldoggá tevés állapotában lenni, a megosztás, nem abban az értelemben, hogy a rosszat megosztani, hanem abban az értelemben, hogy megosztani egymással mindent. A szeretetet, a szerelmet, az örömöt, a boldogságot, az elégedettséget, a fennköltséget, a szentséget, és mindazt a csodát, ami több, mint ez a föld, nem lenézve a földet, mert közben épp, hogy a föld látványa, a csodálatos természeti értékeinek a látványa, egy csodálatos virág szirmai, bármi elindíthat minket egy fennkölt állapotban létre. És ez a fennköltség, ugye, milyen gyönyörű, megint ez a magyar szó, fent, és valamit kiköltünk. Ugye, a madár költi ki a tojását, tehát a költés az azt jelenti, hogy valami megfogan bennünk, és valami kiköltődik. És mi lenne más,
mint a feltétel nélküli szeretet, amit a görögök agapénak, agapé, magyarosan agapénak neveztek. Hát az agapé az a végtelen isteni szeretet, amely fönt van, amely ellebeg a hétköznapi úgynevezett nehézségek és a hétköznapi gondok fölött. És hogy mit kívánok tiszta szívvel? Tudom, hogy vannak hétköznapi feladatok, és tudom, hogy azzal vannak olykor gondok is, de helyezzük magunkat minél fenköltebb állapotba, nagyon sokat tud segíteni a zene, melegen ajánlom, és a jó illatok, a csodálatos illatok, mert önmagukban véve az illatok, azok a legmagasabb felé való kapcsolatot eredményezik, hiszen a virágok is többek között az illatukkal fordulnak az Isten felé. Tehát a kellemes állapotok a fenköltséget előidézhetik, könnyebben tudjuk feljebb emelni a tudatunkat, és ezáltal a hétköznapi gondok fölött úgy ellebegünk. Nem hagyjuk magunkat lesüllyedni, és ennek az a következménye, hogy egy sokkal boldogabb várakozásban, egy sokkal boldogabb készülésben, és egy átszellemült, szeretetteljesebb együttlétben tudjuk majd megünnepelni a karácsonyi ünnepeket. Isten áldja Önöket, köszönöm, hogy meghallgattak. Viszontlátásra! Square.